Sági Szilárd itt van velünk a konyhában, állítólagosan elkészült, ugye azt ígérte, hogy háromfajta ételt fog készíteni. Kenyeret, haját, mélét. Na és akkor most melyik lett az a három? Hát ugye itt van a fácán rillettünk, amit átforgattunk, egy picit lepirítottam. Készítettem egy spenótot is, ez egy spanyol tapasz egyébként, ez egy ilyen fokhagymás, én most békönnel csináltam, de eredetileg szerránosonka, illetve itt van egy szendvics belőle, és egy tésztát is. Mindent, tehát, hogy... Ugye? Nem Sági Szilárd lesz, olcsó Szilárd. Tehát igazából ugyanazt az ételt, nézd meg, rátett egy kis kenyérre, összedobott egy kis tésztát. Nagyon jól látod, mert hogy egyébként pont ez volt a lényeg. Valószínűleg, hogyha én főztem volna abban a műsorban, kétszer nyertem, ugyanezt a mondatot kaptam volna visszafelé. A rillet kóstoljátok egyébként bátran, külön-külön. Sok beszédnek, sok az alja. És hogy együtt is lehet használni, pont ez a lényege, ugyanis meg szokott maradni ritkán a fácán hús, mert egy nagyon száraz hús, és egy kevéske zsíradé kacsazsírral lepirítottam alá hagymát, van benne egy pici mustár, és abból a, nem tudom, a, ugye valakitől hoztad szendvicsbe is a kacsazsírt, azt kacsazsír, édesanyja. Édesanyja, az került egyébként a persze, kenyérre? Persze, tehát azon pirítottam meg. Ugye a megpárolt, tehát ez gyakorlatilag arra nagyon jó ötlet, hogy ha megmaradnak hús, csirke mellett, kacsa hús, bármi, akkor így lecsipkedjük zsírjában, illetve hozott zsíradékban egy picit átpirítjuk, pirított hagyma, jól meg lehet fűszerezni, és ha lerakod üvegben, és öntesz a tetejére zsírt, akkor gyakorlatilag hónapokig el tudod így tárolni. Be lehet tenni a szép kis csatos üvegbe, ugye? Ez pedig az a spenót kedvencem, amivel sok-sok gyereket állítottam már át a spenót evők oldalára. Képzeld el, én is, hát, jó, most hagyjuk, de én is átállítottam a gyerekemet, mert nem mond a következő poénodat arra vonatkozólag, hogy nem tudok főzni, mert tudok. Szóval, hogy azt mondja a gyerekem, aki semmit nem eszik meg, hogy az én spenótomat azt nagyon szereti. Na hát ez egy ilyen kis fokhagymás, természetesen fehérbor mindenben van. Ez csak azért... Szerint egyébként a gyerkőceidő világában milyen ételeket varázsolsz? Hát ugye... Ketchupos spagetti, ugye? Rólam lévén szó, igen, nem, megeszed mind, mert azt még így arra gondolom, nem, rá nem sajnos, ezt biztos, már esszük. Azt még így rá lehetne halmozni, mert hogy ez az újrahasznosítás. Visszatérve a kérdésekre, mindent esznek a srácok, de nagyon mindent. Én ugye vadász vagyok, és nagyon sok vathúst is, mint ahogy például most is fácánt hoztam, és imádják. De azért a testalkatukból arra tudok következtetni, hogy egyikőjük kicsit jobban szereti az ételeket, mint a másik. Nagyon szépen és finoman fogalmaztál. Igen, hát a Szabolcs, mindegyik gyerekemet, egyiket jobban szeretem, mint a másikat, a Szabolcs egy kicsit sokat eszik. Tehát ővel azért... Nem azt mondtam, hogy sokat, csak az egyik keveset inkább azt mondom. Hosszan és sokat eszik. Tehát ő az, aki a bölcsibe elsőnek, nem, bocsánat, másodiknak ül le, és vannak ilyen fotók a bölcsibe, hogy már minden gyerek játszik, mindenki befejezte. Mert mindig van gyümölcs a végén, és alma, körte, mandarin, és ezt ott még eszegeti, a hátam mögött megy a játék. Tudod, milyen irigy vagyok most? Egyszer látnám így a gyerekemet, hogy eszik. Én meg arra, hogy ilyen jól főzöl, de nagyon szépen köszönjük neked, Szilárd.